Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai adásunkban áttekintjük azt a uniós videokonferencia történetet, amelyben Feldman Zsolt képviselte hazánkat, illetve természetesen szó esik az aszályról, illetve a medárnapi esőről, mert hogy azt hiszem, hogy valamelyest enyhítette az agrárgazdák problémáit. Vendégem pedig természetesen Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöket tisztelettel köszöntöm. Szép jó estét minden kedves nézőnek. Nos, hát ez június 8-án volt ez a videokonferencia, és számtalan olyan kérdést vetett fel, ami azt hiszem, hogy érdekli a gazdákat, hiszen ma Feldman Zsolt képviseltem a hazánkat államtitkárként, és a fenntarthatóbb európai környezet megteremtéséről tárgyaltak a szakemberek. És ő, tehát röviden felütésként mondom, ő úgy fogalmazta meg, hogy nem szabad teljesíthetetlen terhet róni a gazdákra, mert számtalan olyan kérdés merült fel, ami azt jelenti, hogy Magyarország, illetve számtalan ország ezt képtelen teljesíteni. Teljesen igaz, amit Feldman Zsolt államtitkár úr mondott, hiszen figyelembe kell venni hatástanulmányokat egy bármilyen környezetvédelmi rendelkezés bevezetésekor. Meg kell nézni a tömeges vegyszerkivonások tekintetébe, növényvédőszerek kivonás, hogy van-e pótló, a pótlására bármiféle elképzelés, és korlátozni kell, vagy kellene ezeket a feltételeket be nem tartó harmadik országból érkező termékek vám nagyságrendjét, vagy akár a mennyiségét, hiszen egyértelmű, hogy amennyiben nem lehet ilyen szereket alkalmazni a Green Deal elképzelése szerint, akkor ez növelni fogja a értékét, illetve a költségét a termelésnek. De menjünk az elejére, mert ez nagyon fontos, hogy már 1992-ben még Göncz Árpád írta alá köztársasági elnökként azt a biodiverzitás egyezményt, amit ma már F2F-nek nevez a agrárnomenklatúra, amit 1993. december 29-én fogadott el, vagy hagyott jóvá a parlament, majd 95-ben a 81-es törvény emelte a magyar jogrendbe bele az egyezménynek a tartalmát. Nos, ez eddig, ez a biostratégia és ezzel foglalkozó emberek nem hallatták erőteljesen a szavukat, de most a Comenvi, az Európai Parlament környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági csapata gyakorlatilag nagyon erőteljes szövetséget kötött ezzel a szervezettel, és a Comagrival is szövetkezve, ugye a Európai Parlament mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottságát értjük alatta, bizony erőteljes javaslatokat tett a kapreform felé, hogy ezeket a kapreform során érvényesíteni kell. Mik ezek? 50%-kal kellene csökkenteni a növényvédőszerek mennyiségét. Tehát az egy hektárra kijutó növényvédőszerek mennyiségét. 30%-ot, 20%-kal kellene csökkenteni, elnézést, a műtrágya felhasználást. Gyakorlatilag a mezőgazdasági területeit 30%-át védetté, valamilyen módon védetté kellene nyilvánítani. A Európai Unió tengerének is a egyharmadát, tehát 30%-át, közel egyharmadát ugyancsak védetté kellene nyilvánítani. 10%-át ezeknek a területeknek kiemelt védettség alá kellene helyezni. A kiemelt védettség azt jelenti, hogy a mezőgazdasági gyakorlatban tájelemek lennének. Olyan tájelemek, amivel nincs gyakorlatilag mezőgazdasági termelés.
és hagyd ne soroljam a mikrobiális anyagoknak a 50%-os csökkentését, és még számtalan olyan rendelkezés van, ami súlyosan korlátozná a termelést. És miért? Mert soha nem akarja az Európai Unió tudomásul venni, hogy az országok más-más módon használják ezeket a szereket. És mindjárt bebizonyítom azt, hogy igazuk van a nyugati környezetvédőknek, csak szűklátókörűek. Nézzük a számokat. Egy pillanat, tehát itt semmiféle átfogó hatásvizsgálat nem volt, miközben azt mindenki tudja, hogy ezek az intézkedések, amelyeket egyébként 2030-ig kéne bevezetni, ott nagyon lecsökkentik az európai mezőgazdaság versenyképességét, mindenképpen. Abszolút lecsökkentik, de én mindig vallom, és most is, hogy a gazda, és különösen a magyar gazda az a legnagyobb környezetvédő. Az eddig is, és ezután is, ahogy szoktam mondani, megőrzi a föld termőképességét nem csak unokáinak, hanem sok-sok utódnak, vagy ilyen értelemben olyan elődöknek, akik majd a jövőbe fognak tevékenykedni. A dolognak a számszaki része. Erdő. Azt mondja ki például ez a rendelkezés, hogy 3 milliárd fát kell a 23-ig ültetni az Európai Unióba. Ez azt jelenti, hogy ha 500 milliós a népesség, akkor ez nagyjából 6 fa személyenként. Magyarország az utolsó 10 évben 100 ezer hektárnyi erdőt telepített. Ha csak 30 ezer tőszámmal veszem, tudjuk, hogy a nyarat akászost 60 ezer tőszámmal telepítjük, de csak 30 ezerrel. Tessék kiszámolni, hogy hányszorosával léptük túl ezt a bődületes számnak hitt mennyiséget. 10 év alatt 10 millió emberre, nem is 9 egész valamennyire, amilyen sajnos már vagyunk, hanem 10 millióval számolva. Tehát ez az első nagyon fontos dolog. Utána növényvédőszer 50%-os csökkentése. Magyarországon gyakorlatilag egy hektárra átlagba 1,8 kg hatóanyag jut. Hollandia 48 kg. Olaszország is 30 kg fölött. Belgium ugyancsak közelíti a 40-et. Miről beszélünk az 50%-os csökkentéssel? Tehát amikor valaki közel 40 kg hatóanyagot szór ki, 50%-kal csökkenti, 20 lesz belőle. Ami még mindig 2,5-szerese a nálunk használatosnak. Még mindig többszöröse. Tehát amikor a fűnyíró elvről beszélünk, és ezt mondta ki Feldman Zsolt államtitkár úr, hogy a országok speciális helyzetét és környezetvédelmi terheltségét tessék figyelembe venni. És akkor még csak egy-két adat nagyon gyorsan. Magyarország a műtrágya felhasználás 91,9 kg, 180, 170, 160 kg összhatóanyaggal dolgoznak a nyugati országok. Még két döbbenetes adat. A nitrogén mérleg. Nálunk 39 kg. 170 körül van, ugye a Benelux áramokba. De még a híresen zöldnek kikiáltott Ausztriába is 41. Nálunk 39. Még ott is 41. Tehát, hogyha ezeket a számokat, vagy például akkor utolsó számháború ilyen szempontból, a állattenyésztés terheltsége 10 ezer hektár, tehát 52 állat van, ugye hektára, nem egy hektára, hanem 10 ezer hektára vetítve Magyarországon. Nagy állategységről van szó. Az EU-ba, Hollandiába 398. És hogyha most csak annyira visszatér, vagy a mikrobiális
felhasználást, ugye ebbe antibiotikumok, gombaölőszerek, stb. Tehát állategészségügyi szerek vannak, alapvetően benne 50%-kal csökkentjük, ahol a terheltség 7-szerese a miénknek, hát ott könnyen csökkenti 50%-kal, tehát mert több állat van gyakorlatilag, ugye több a felhasználása neki. Gyakorlatilag ez mind azt mutatja, hogy el kell érnünk azt, amit államtitkár úr mondott, hogy Magyarország meg lehet mutatni egy zöld ország. Csak ezt valamilyen módon az Európai Unió és különféle zöld szervezetei semmiképpen nem akarják elismerni. No, de mi történik akkor, ha jogi alapokat is megteremtik a csökkentési elvek bevezetésének? Hiszen ezt tudjuk, hogy gyakorlatilag ezzel megnyitják az utat a harmadik országok előtt, a harmadik országban termelt különböző növényi vagy állati eredetű élelmiszerek előtt, ami azt hiszem, hogy egy tragédiával érne fel. Ez szó szerint, de ha csak annyira visszatérünk, hogy mit kell tennünk, ha el tudjuk érni az igazságos válaszokat, akkor bizonyos értelemben karba tehetjük a kezünket, mert mire elérik azokat a szinteket az Európai Uniós magországok, mint amilyen környezetvédelmi eredményeink nekünk vannak, hát akkor még jó időnk van ahhoz, hogy felkészüljünk a majd később várható környezetvédelmi feladatokra. De amennyiben a terményeket beengedik, és itt azért utalok a legkülönfélébb Mercosur és különféle kereskedelem egyezményekre, amit most legutóbb a holland parlament utasított el, tehát nem fog létrejönni. Gyakorlatilag az azt jelenti, hogy beáramolnak olyan termékek, amelyek nem ilyen környezetvédelmi feltételrendszer mellett termelődtek. Tehát a terheltségük sokkal nagyobb minden tekintetben, mert valahol a fenntartható mezőgazdasági elvekkel, a fenntarthatósággal, az emberi egészséggel, a közegészségüggyel, mint ahogy említettem is, hogy ennek a bizottságnak az egyik feladata a közegészségügy is a környezetvédelem mellett, bizony egyetértünk. Tehát senki ne azt vegye, hogy a magyar gazda környezetvédelem ellenes. Nem igaz. A magyar gazda a legelsők közt szerepel a környezetvédelmi feladatok végrehajtására évtizedek óta. Évtizedek óta. Ezeknek az eredményeit előbb néhányat el is soroltam. Tehát a magyar gazda fogékony, és igenis fontos számára, hogy milyen élelmiszer kerül az unokái asztalára. De ezt nem lehet úgy bevállalni, hogy közben mellettünk levő keleti ország mondjuk be nem tart ebből az ég adta világon semmit, és az Unió pedig a csatlakozás esetleges égőve alatt pedig a feltételrendszereket szabadít fel a Vámunióba is, hogy minél több terméke itt landolhasson, és itt kerüljön feldolgozásra. Ehhez kapcsolódik, hogy Fehlmann Zsolt kérte, illetve szorgalmazta azt is, hogy a piac támogatási rendszert is kicsit dolgozza át az Unió, tehát segítse azt, ami eddig volt, és ne ezeket az intézkedéseket hozza meg. Igen, ebbe teljes mértékben igaza volt, hiszen ezt a feltételrendszert is átdolgozva, ehhez igazítva kell a termeléshez adott támogatásokat valamilyen módon megteremteni, de nem fűnyíró elv szerint, ahogy említettem. Tehát Magyarországon ugye a műtrágya felhasználás 50%-os csökkentése, hát óriási károkat okozna. Hát töredékét használjuk fel, ugyanúgy a növényvédőszerek, és hagyd ne soroljam ugye a többi különféle hatóanyagokat. Emellett persze tudomásul kell venni, de Magyarországon nagyon intenzíven elkezdődött, amit már itt is említettem, hogy a jövőben a biológiai életközösségekre alapuló tápanyag utánpótlás, tehát különféle mikrobáknak a talajba oltása gyakorlatilag
és azok által előállított táplálóanyagok, makroelemek, ugye foszforlebontás, nitrogén lebontás, ami most már működik is számtalan helyen, és mind jobban elterjed. Ez még fontosabb lesz a jövőbe. Tehát a talaj saját életközösségei által kialakított vagy megtermelt tápláló anyagokról van szó. Mi történik a jövőben? Ezt azért kérdezem, mert ha ez bekerül az alapvető uniós jogszabályokba, akkor azt hiszem, hogy az már visszamenőleg borzasztó nehéz ez ellen küzdeni. Tehát vannak-e olyan társaink, mármint olyan országok, amelyek hasonlóképpen gondolkodnak, mint Magyarország? Hát e tekintetben vannak társaink. Szomorúan mondom, de nyilvánvaló a kérdésre válaszolva az örömteli dolog, hogy ezek az országok, és ezeknek az országoknak a gazdái, akiket említettem, de a franciákat is. Igen. Igen, de a franciák. A franciák a legnagyobb segítőink e tekintetben. Ők is magasabb átlagokkal bírnak, mint mi, de valahol a középmezőnybe helyezkednek el, és nem a kirívó országok közt. Ezek a gazdák azt a feltételrendszert, amit Magyarország produkálna, egyszerűen nem lennének hajlandó még meghallgatni se. Tehát ők ugye, ezt azért látni kell, ha valaki ugye mégiscsak 4,9 kilogramm körül nyom ki különféle rovarirtószereket, tehát növényvédőszereket ugye hektárra, annak a lecsökkentése is 2 kiló fölött van. Tehát ott is nagy a különbség mennyiségileg. Nem. És azt elviselni ugye nem egyszerű dolog, csak a mi esetünkben már a termelés létét veszélyezteti. De ő az ellen ugyanúgy küzd, hogy a felét kelljen kiadni annak, amit eddig adott ki, hiszen ő azzal érte el azokat a igen magas termésátlagokat és jövedelmező termelést, amit egyébként sokszor itt ebbe a stúdióba is emlegettek, hogy egy hektárra mennyi az árbevétel az Európai Unió átlagába, és Magyarországon is mi le vagyunk maradva az egy hektárra jutó árbevétel vonatkozásába. Természetesen. Hát a pótlólagos ráfordítások előbb hangzott el, sem műtrágyába, sem különféle növényvédő szerekbe, sem a nitrogén mérlegbe, hagyd ne soroljam most már a többit, messze elmarad a más európai közösségi országokétól. Tehát e tekintetben egyértelmű, hogy a kevesebb pótlólagos ráfordítás kevesebb plusz termés eredményt fog hozni. És ha kevesebb plusz termés eredményt fog hozni, kevesebb lesz az egy hektáron jutó árbevétel. Yeah. Ezzel hasonlítgathatjuk magunkat Nyugathoz. Tehát a fenntartható termelés, a fenntartható fogyasztás, a fenntarthatóság összességébe egymással ellentétes fogalmak tudnak ennek lenni. Ennek tükrében a zöld megállapodás egyáltalán létrehozható? Vagy más elvek mentén? De szükség van rá? A zöld megállapodásra szükség van. Látjuk, érzékeljük, hogy Magyarországon is a klímaváltozás milyen problémákat okoz. De a magyar termelő, és ezt húznám alá, és csupa nagybetűvel írnám ki mindenhova, nem okozója a klímaváltozásnak, hanem elszenvedője. A magyar gazda nem okozza a klímaváltozást. Mi mezőgazdasági termelésben a területünk közel 60%-án vagyunk erdővel, mindennel ilyen értemben együtt. Csak töredékét, alig 10%-át tesszük az UHG gázok vonatkozásába ilyen óriási mezőgazdasági terület mellett. Tehát igen, a környezetvédelem mellett vagyunk, igen, valóban a fenntartható fejlődés elveit be kell vezetni, valóban utódjainknak meg kell őrizni a földünket, klímánkat, de igazságosan, vagy igazságosabban, nem pedig olyan módon, hogy valakit ellehetetlenítünk, aki eddig is betartotta a szabályokat, más pedig nyilvánvaló megőrzi azt a versenyelőnyét,
amivel ma is rendelkezik, pont a környezetvédelmi általános elvek be nem tartása miatt. Nagyon fontos kérdés ez mindenképpen. Nos, annyi időnk maradt, ha már klímaváltozás, hogy megjött az eső medárdal. Mennyit segít ez? Hiszen tudjuk, hogy azok a növényi kultúrák, amelyek az elmúlt időben az asszály miatt szenvedtek, nehezen hozható vissza, viszont a kukoricának és a búzának kismértékben azért még segíthet. Az ősziek vonatkozásába, hogy itt a repcét is és a kalászosokat értem alatta, valamit segít. A szemkiteljesedésben még van szerepe. Na, kimegyünk a határba, látjuk, hogy a repcetáblák is, de hát különösen az árpatáblák szépen sárgulnak, tehát valahol már elkezdődött az érési folyamat. Már a magok bőven megvannak, azoknak a kiteljesítése, nagysága, minősége javulhat, és ebben nagyon-nagyon fontos volt a csapadék. Ez akár 0,3 egy tonnányi, már inkább túlzás, termés növekedést is okozhatna ahhoz képest, ami kilátás volt előtte. Ez nagyon fontos, hiszen kell a gabona, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy Magyarországon évtizedek óta az ország kenyere mindig megtermelődik. Ha itt a ország kenyere nem tudna megtermelődni, sajnos volt rá példa az elmúlt sok-sok évtizedekben, évszázadokban, akkor az nagyon nagy baj. Akkor az egy nagyon helytelen gazdaságpolitikának ugye az eredménye, még a 20. században is megéltük, hogy volt, amikor nem tudtuk az ország kenyerét megtermelni. Most viszont azt kell mondani, hogy akkor a világ már a végső fázisban van, hogyha a magyar gazdák nem tudják ezt megtermelni, vagy hát olyan klimatikus viszonyok következtek be, ami ellehetetleníti egész Magyarországon a termelést. Tehát ez biztosítva van. Viszont ugye a tavasziak, és hát különösen most a kukoricára, napraforgóra, most ne soroljak minden növény szójától kezdve gondolva, hát köszönik szépen, nagyon örülnek neki. Hát egyrészt a meleg, az most már érezhetően megjelent, ugye a nyári időszak, vagy nyár eleji időszak a határba és a mindennapjainkba. És ezek a sűrűbben jövő locsanószerű esők, most persze, hát, hogyha ez nagyon nagy viharral jön meg, elfolyó vízzel, ez természetesen nem jó, de hát ezt a kukorica, ami trópusi növény, imádja, C4-esként ugye ő folyamatosan tud asszimilálni, de hát a fotoszintetizálást végezni és beépíteni. Ez a C4-es növényeknek a lényege, hogy egy időben tudja a tartalékot képezni, raktározni és fotoszintetizálni a célra árvasok, mint a búza, ugye csak felesbe, egyiket napközben, a másikat meg éjszaka. Tehát ezek a trópusról származó C4-es növények ezt az időszakot a párával, mindennel együtt imádják, viszont hát ez számtalan gombabetegség, számtalan rovarfaj, ugyanúgy nagyon kedveli, és ez ellen a gazdáknak védekezni kell, tudnak is védekezni, ismerik is azt, hogy hogyan kell megvalósítani a biztonságos termelést biztonságos környezeti feltételek mellett, feltéve, hogyha a jövőbeli rendelkezések nem sablonszerűen, nem fűnyíró elv szerint, hanem országspecifikusan fognak megvalósulni. Bizakodó vagyok, bizakodóak önök is. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt bennünket. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!